A Pisti és sorozat három helyszínen történt ebben az évben, márciusban a Paksi Pálkloci István Városi Könyvtárban, aztán májusban a Városi Múzeumban Pakson, a Kőtárban lent, és ez pedig az utolsó állomása, a harmadik. És mivel háromról van szó, itt talán sorozatról is beszélhetünk, ezért a sorozatnak az záróakkordja. Tehát végleges elköszönést nem tervezek, csak a harmadikkal egy ilyen bezáró estet adunk ma. Nagy részt ugyanaz a felépítése, mint a többi esnek, viszont több új dal szerepel, mint az előző két helyszínen, és nagyobb a zenei stáb is. Gyula István hozzátette, törekszik arra, hogy dalait ne legyenek egyhangúak, mindig különbözzenek az előzőektől. Munkájában sok mindenki segíti, köztük Hatvani Szabolcs, a Gondolastoppos lemez zenei rendezője. Most már így az utolsó előadásnál elmondhatom, hogy a Pistiben is szerintem megérett ez az egész lemez, teljesen mást jelent most nekünk is előadni, mint annak idején. Teljesen más az egésznek a koncepciója, bár Pisti alapvetően azt gondolja, hogy ugyanazt adjuk elő. Ő is nagyon megváltozott az időben, és most ráadásul új zenéi is elhangoznak, és az új zenéjében már sokkal inkább szókimondó, csipkelődős, bátrabb, eleinte finomkodott. Tehát amikor az első lépéseit tette, akkor szerény volt, akkor mindig egyfajta nyitottságra ösztönöztem, és a mai koncerten viszont elég sok nyitott szövege van, és ennek nagyon örülök, hogy ilyen irányba is váltott a Pisti. Gyula István már dolgozik újabb lemezének összeállításán, melyet hasonlóan a Gondolastopposhoz koncertsorozaton mutat majd be a közönségnek. Az új szerzeményeiben is amellett, hogy komoly témákról szólnak, megvannak a Pistis ízek.